Nézzük meg az angol keringőnek a második lépését, az úgynevezett negyed fordulatot jobbra. Mind a két irányba van negyed fordulat, van balra is, illetve jobbra is. Most egyelőre a jobbra fordulatot tanuljuk, az az egyszerűbb, könnyebb. Ez az úgy is szokták hívni a keringőknél, vagy az angolban, igazából, hogy natural, tehát ez a jobbra, tehát nem azt mondják, hogy right, hanem azt, hogy natural. Ez a natural turn, jobbra fordulat, negyed fordulat, tehát negyedre fogunk vele fordulni. A lényege ugyanaz lesz igazából, mint a négyszög alaplépésnek, tehát ugyanúgy fogunk lépni, hogy előre oldalt zár, aztán hátra oldalt zár. Annyi különbséggel, hogy mindig vele fogunk majd fordulni. Jó? Az első lépésnél már rögtön fordulni fogunk majd a következő irányba. Tehát nem az lesz, hogy előre lépek, majd oldalt, és akkor lezárok, hanem már az első lépéssel rögtön fordulok a következő irányba. Jó? Tehát ugyanúgy előre lépek, csak előre lépek fordulva. Ez a lábommal és a testemmel együtt fogok majd fordulni vele, mert majd úgy is fogom tudni vezetni, ezt majd mindjárt a vezetésnél kitérünk rá. Tehát az első lépéssel már a következő oldal, a következő iránynak be fogok majd lépni. Jó? Tehát negyed fordulat, az első lépéssel fordulok, a másodikkal kilépek ehhez képest oldalra, és lezárok mellé. Ugyanúgy, mint az alaplépésnél, hogy előre oldalt zár. Csak itt az első lépéssel fordultam. Következő résznél lépek hátra, de itt is rögtön fordulok már vele. Tehát nem csak simán hátra lépek, és majd fordulok, hanem ahogy lépek hátra, azzal fordítom magam, és fordulok. A következő irányban megint csak jobbra. Jó? Tehát most az eredeti állásomhoz képest egy 180 fokot fogok majd fordulni, tehát azzal pont szembe leszek, ahogy lépek hátra, fordulok, ahhoz képest lépek oldalt, és lezárok mellé. Megérkeztem egy fél fordulatba, az két lépésből, előre, illetve hátrából, két negyedből lett egy fél fordulat, most szembe vagyok. Innen gyakorlatilag ismételjük a dolgot, hogyha egy teljes kört akarok fordulni, megint fordulok jobbra, a jobb lábbal megint lépek előre, és fordulok vele egy negyedet, majd ehhez képest lépek oldalt, és lezárok mellé. Mindig itt is ugyanúgy ráviszem a súlyt. Megérkeztem. Megint fordultam bele egy negyedet a következő irányba, jobb kéz fele. És az utolsó lépéssel, hogyha most egy teljes kört akarok csinálni, akkor fordulok megint, és lépek hátra, fordul, ahhoz képest lépek oldalt, és lezárok mellé. És itt is minden lépéstől ráviszem a súlyt. Jó? Tehát itt ezzel egy teljes fordulatot tettem, nyilván lehet az is, hogy csak idáig fordulok, és akkor innen majd alaplépés lesz majd a kombinációknál. Lényeg, hogy most egy teljes kört akartam vele megfordulni, így akkor minden irányból látszott rendesen. Ebbe kétszer volt előre, és kétszer volt hátra. Jó? Tehát a lényeg, hogy mindig akár előre, akár hátra, mindig jobb kéz fele, és lépek először, és azzal fordulok, az első lépéssel. Tehát lépek, és fordulok, a másodikkal mindig csak oldalt lépek ahhoz képest, és lezárok. Megint az első lépés, ugye a hátra lépésnél megint fordulok, ahhoz képest lépek oldalt, és lezárok. És innen megint kezdem előről, lépek, azzal fordulok, oldalt, és lezárok. Lépek, oldalt, és lezárok. És megint visszafordultam. Ugyanúgy a számolásra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, megint az első lépés, az 1-re indulunk. 1, 2, H. Megyek tovább, 4, 5, 6. Megint első lépéssel fordulok, 1, 2, H, megyek tovább, 4, 5, 6, és megérkezek. Jó, ugyanúgy, tehát jobb előre, oldalt, zár, bal hátra fordul, ugyanúgy, oldalt, zár, jobb előre fordul, oldalt, zár, bal hátra, oldalt, zár. Természetesen már amit az alaplépésnél megtanultunk, ezt a sűgédés emelkedést, azt itt is alkalmazzuk, mindig az előre lépésnél ugyanúgy, hogy lépek sarokkal, vagy megyek hátra, akkor lefele, az oldalt lépéseknél pedig kicsit fölfele, és vissza. Jó? Nézzük be még egyszer körbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6-tal fordulok. 1, 2, H, 4, 5, 6. 1, 2, H, 4, 5, 6. Minden lépésnél ráviszem a súlyt, rálépek, és így tudok majd lépni a következő lépésnél a jó lábbal. Jó? Tehát így mentem körbe, mindig jobb kéz fele,
együtt a lábommal, együtt a testtel. Nézzük meg a lánylépést. A lánylépésnél most megint a lány úgy áll a kamerának háttal, hogy a fiú van szembe vele. Ugye most itt a lány azt kell lekövetni, amit a képernyőn lát, tehát ő megint csak bal lábbal hátra fog kezdeni, és ugyanúgy, ahogy az alaplépésnél kezdene bal lábbal hátra, csak fordulni fog egy negyedet jobb kéz fele szintén. Oldalt lép és lezár mellé. Tehát ugyanaz, igazából gyakorlatilag ugyanazt csinál, mint a fiú, csak inverzbe, tehát a fiúk jobbal előre kezdtek, lányok pedig ballal hátra. Most nézzük ugyanúgy inverzbe, most jobbal előre, ugyanúgy jobb kéz fele fordulva, előre, ahhoz képest oldalt és lezár mellé. Majd megint ismételhetjük, megint lépünk hátra a bal lábbal, fordul vele, oldalt és lezár. És jobb lábbal előre, és oldalt, és lezár. Tehát ugyanígy körbe, ugyanígy tudjuk fordulni, ugyanez a lépés. Nézzük meg még egyszer, tehát ballal hátra, lép, ahhoz képest oldalt, és zár. És mindig jobb kéz fele fordulunk, akár hátra, akár előre. És megyünk előre, jobbal előre, közben fordul, oldalt, zár. Szintén az első lépéssel fordul mindig. És megyünk hátra, első lépéssel fordul, oldalt, zár, megyünk előre, fordul, oldalt és zár. Nézzük meg számolásra, és 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még egyszer, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugyanezek a lépések, a süllyedés, emelkedés is ugyanott van, előre-hátra lépésnél süllyedünk, kicsit az oldalt lépéseknél pedig mindig emelkedünk. Nézzük meg, hogy néz ez ki párosan. Amikor párosan táncoljuk ezt a negyed fordulatot, egy picit nehezebb lesz már, mint az alaplépésnél, mert az alaplépésnél csak simán ugye egymással szembeálltunk, és akkor ugyanígy léptünk egymás után, egymás előtt, mögött, tehát igazából se fordulás, semmi extra nem volt benne. Itt egy picit már bonyolultabb a dolog, ugyanis ugyanúgy mind a ketten ugye fordulunk vele rögtön az első lépéssel, de ezeket mindig a fiú vezeti. Tehát a lány előre nem tudja, hogy most a fiú vezetni akarja, tehát hogy fordítani akarja, vagy egyenesen akarja. Itt egy nagyon egyszerű vezetés-követés dolog lesz, majd amikor a kombinációknál vesszük. A lényeg, hogy az első lépéssel ugye rögtön fordítani kell, és ez ugye nem csak a felső testünkkel, hanem a lábbal is együtt, mert hiába fordítom a felső testemmel, ha lábommal egyenesen lépek, akkor teljesen más lesz az egészből. Jó? Tehát amikor a fiú tudja, hogy a lábával egyenesen vagy fordulni akar vele, akkor együtt a lábbal, ahogy az előbb is már beszéltük a külön a lépéseknél, együtt fordul a lába és a felső teste, és akkor fogja tudni majd vezetni, de ezt majd a kombinációknál nézzük. Ami lényeges, hogy aki előre lép, az a másik lábán belül lép mindig. Jó? Tehát itt, ahogy lépek, a másik lábán belül kell lépjek, nem pedig kívül. Így néz neki, hogy kívül lépek rajta. Tehát itt a lába, és én itt kívül lépek. Tehát ahogy lép, én belül lépek a két lába között, így mindig megmaradunk majd egymással szembe. És egy kicsit mindig az nagyobbat lép, aki előre fele lép, mert ugye ő fordul úgy nagyobbat a tengelyen, tehát hogyha egyformán lépnék, akkor teljesen ugye, hogy eltolódnánk egymástól, meg hogyha kívül lépnék. Ha kívül lépnék, akkor körülbelül ez lenne, és akkor egy ilyen érdekes tartásba kerülnénk egymáshoz képest. Míg amikor belül lépek, meg kell maradjon ez a szembe egymással. Jó? És most amikor a lány lép előre, akkor ő lép a két láb közé. Tehát fiú lép a két láb közé, lány lép a két láb közé. Jó? Tehát erre figyeljünk oda a lépésnél, hogy a két láb közé kell belépnünk. Jó? Nézzük meg még egyszer együtt számolásra, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nézzük meg ezt a figurát zenére.